nagy szeretettel köszöntjük a kedves nézőket, teltház természetesen a Papp László arénában. Nagyon kell bent kommunikálni, még ha nem is hallható bent a jégen, hogy ki mit mond, mert olyan hangzavar van. Nagyon-nagyon furcsa, ugye azért is, mert oppá, óriási helyzet, vezetnek az olaszok. A kipattanó korongot Michael Souza emelte a kapuba. A negyedik percben volt kapunk. Nagyon üresen hagytuk a kapu előtti teret, két olasz is robbant bele a távoli rövésre. Nagyon kínáltunk a palánk mellett, de kicsit később is érünk vissza. Egy hátvédünk maradt bent a kapu előtt, két olasz csatára. Mondjuk Renyó Higgadt tarakta föl fonákkal a picakba. Szép mozdulat volt, Bolzánóban játszik Souza. Piszok erős fonáklövés. Az meg elsöpörte Hetényi lábát. 4-4 elleni játék, gól az is. Méghozzá egy óriási gól. Scandella a szerzője, Giulio Scandella. Akkor, amikor megnyugodtunk egy kicsit. Egy oda kell menni a kapushoz, semmi baj, tovább, nehogy valami probléma legyen. Ez egy bődületes löket volt, ideális lövőszög, bemegy és a kör tetejéről a hosszút. Nem úgy lőnek, mint a hollandok, a koreaiak vagy a spanyolok, ez egyértelmű. Általában ilyenkor az szokott lenni, ha a testen mellett megy el, akkor az egy nagy lövés. Ha a felső test és a kar között, akkor abban benne van egy kicsit a kapus is. Lehet, hogy kapus csere lesz? Giulio Scandella, Super Levente melegít, így van. Giulio Scandella pedig már a tavalyi nagyvilágbajnokságon is a legeredményesebb játékosa volt, a legjobb góllövője az olasz válogatottnak, hát most megmutatta, hogy miért. Láttad ezt a lövést? Ladányi direkt nem vett szemkontaktust a kapussal, el akarta lőni élesbe. Ladányi ismét Tokainak teszi vissza, jár a korong körbe, blokkolnak az olaszok, és Vas Mártonnak kell keményen küzdeni, hogy bent maradjon. Jön, segít Horváth András, Ladányi, belövi! Ott van, kötényben, másodszorra elmegy, szépít a magyar válogatott, kettős ember előnyből, de nagyon-nagyon fontos gól volt ez. El tudta adni Ladányi ezt, előbb laposan próbálta meg, megfigyelte a kapus podcastját, bizonyos szituációkat, azt látta, hogy akkor fölfekszik a vasra, a mamutot kiteszi, de a kötény azért megmarad, és most kötényből lövi el, az előbb nem úgy, direkt nem néz a kapusra, Ladányi tünemény. Ott, oda se nézi. Érezte, érezte Bellissimo, azonnal nézett hátra. Ott Ladányi ideális szöget keresett. Onnan el lehet lőni a hosszú kiszakot, hova tegyed a lepkét? A mamut kívülre, vagy tedd be kötényben? És aztán beszéljük meg, hogy mit csinálunk majd a másféllel. Mindenki feláll a nézőtéren, de nem mintha kifelé indulnának. Szuper, ott védi a rövid saroknál, aztán elsöpri a korongot. Még egyszer nincs ütő az a magyar játékosnál. Benk lökte hanyat, de ez mehet tovább. 11 másodperc, még gól. Gól, 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 Scandella. Benyomták a hátvédeinket a kapuba gyakorlatilag, és ott volt egy folyosó, azt átpasszolták, és a szem köténybe ment el. Ilyen szabálytalanság, kiállítás, és 9,5 van hátra. Nehéz. Megint kettő közte. Scandella második gólja. Ott nézd meg, kapu előtt egy négyes boly volt, keresztpasszok, volt egy folyosó. Giulio Scandella, aki egyébként rendelkezik neves rokonokkal. Kíváncsi leszek, mikor tudunk elmenni létszámfölénybe, 2-1-3-2, nagyon kíváncsi vagyok rá. Szikorcsin, na például most Szikorcsin, még egy csel, Bellissimo véd. Meg lehet kerülni a kaput, jó az, ott a helyzet, gól! Szikorcsin a gólszerző! Lehet, hogy nem kell létszámfölényben megugrani, most összekuszáltuk az olaszok védekező játékát. Szikorcsin érdeme, nem csak azért, mert ő lőtte, ő is indította ezt a támadást. Egyrészt kicsit szerencsénk volt, mert nagyon összehangolták a védekezést, és utána pont Szikorcsin elé pattant egy blokkolás. Minden esetre kísérte az akciót, és rá már nem figyeltek. Itt besegít a védő, hogy ne lehessen körbekerülés. Ez a lövés pont oda pattant Szikorcsin elé. Onnantól kezdve már verve volt a védelem. Mindegy, ott maradt a kapu előtt, még egy nagy pofon után is. Nem tudom, lehetett-e látni,
hogy Szikorcsin egy hatalmas bodicsit, lesz meg, most elesett, most megy be a kapu elé, megigazítja a felvédőt, és utána bevágja. Szóval azt veszi észre néha a közönség is, hogy lélegzett visszafolytva figyeli a meccset, aztán jön a mindenki szurkoljon Rigmus. Jó, hogy elhozzuk a bulikat most a harmadik harmadban. Vas Márton keresztbe, Sofron. Jól húzza meg Sofron, bent a kapu előtt, gól! Gól! Ladányi, ott van ő is a kupacban. Megküzdött érte nagyon Sofron. Emlékszel még, amikor az agresszív... Vas Márton a gólszerző. Amikor az agresszív kapu elébe töréseket hiányoltam, hogy próbáljuk meg, hát ha, most már nem, és kísértük az akciót, mert átcsúszott a korong. A Sofron nem visszacselezett, kísértük, és Vas Márton bevágta. Ott mennyibe, mennyibe, nem értett, hozzáért a kapus, de nem tudott. Az eddigi gólfelelősünk Sofron óriásit dolgozott, két olasz húzta, egy kezében tartva az ütőjét, őrizte meg a korongot, és tette oda, és érkezett jókor Vas Marci. A rendes játékidő tehát a világbajnokság döntő mérkőzésén, a világbajnokságot eldöntő mérkőzésen 3-3. De le a kalappa a társaság előtt, én azt gondolom, hogy... Hát bírjuk elég jól. Mondjuk az a pohár víz a tenyeremről folyt be. Iszonyú izgalmas a találkozó. Bármi lehet, de nagyon nehéz dolgunk lesz itt, és 4-3-ba másfél percig. Milyen az igazi döntő? Ilyen. Hirtelen halálban dől el. Helfer. 26 másodperc a kiállításból, aztán visszajöhet Horváth András, de nagyon figyeljünk! Nem tudunk figyelni. Ők örülnek, várjál! Én úgy láttam, hogy bent volt. Először én is úgy videózás lesz. Még... A bíró visszaküldi az ünneplő olaszokat. Az olaszok ünnepelnek. Jézusom! Hát ezt már tényleg nem lehet se ülve, se állva, sem sehogy kibírni. Ugye az lássuk a videó, egy lassítást. Bíró a Szaporóban mellettük. Olaszok örülnek. Mérsékeltebben, de bent a jégen az egész olasz csapat. Ha nem gól, nem kapnak kiállítást? Nem szabad bejönni a jégre. Csak annak az öt játékosnak, aki játszik. És itt csak négy. Én beláttam, hogy elárulja. De nem biztos, hogy... Honnan jön? Én úgy érzem, hogy a hálóról... A plexi összeillesztésénél igen. Van egy repedi. Megpart a gól. Gól. Rendes az amerikai bíró. Ez sajnos ez gól. Hogy videót használ. Az olaszok feljutottak. Igen. Kihasználják azt az emberelőnyt. Most már tényleg ünnepelnek, tényleg ölelkeznek. Nem akarom ezt látni. Valahogy be kéne zárni oda a büntetőpadra a bírót. És valahogy ezt az egészet vissza kéne tekerni. Igen. Az olasz válogatott ünnepel. Az olasz válogatott feljutott, visszajutott a legjobbak közé. Mi pedig hősiesen küzdve ezúttal elbuktunk 10 000 szurkolónk előtt. Ilyen a sport. Hát igen. Volt ugye egy az élet Szaporóban videóbíró, nem volt. Lőttek egy gólt a japánok, nekünk nem. A sors meg most ezt elvette tőlünk saját közönség előtt. A japánoktól is saját közönség előtt. Hát bosszantó főleg, hogy ugye időt kértek az olaszok. Onnantól kezdve jobban játszottak. A végén ritmust váltottak, kicsikartak egy kiállítást. Mi a kiállítást elvittük 5-4-ről 4-3-ra, és most kaptunk egy ilyen gólt, ami még a drámát fokozandó videóbíróval kellett, hogy eldőljön, olyan gyorsan jött ki. És Szikorcsinak itt közvetlenül a világbajnokság előtt honosítottak, kapta ő. Meg a magyar útlevet. Ő szokog a palánk mellett. Tovább tartanak a drámai felvételek Papp László arénában. Egy Szlovákiában született fiú, Ladislav Szikorcsin. Szikorcsin Ladislav. Róla most derült ki, hogy amikor igent mondtak az állampolgársági kérelmére, akkor azt teljes joggal tették. Hát nem. Nem 10-ből hozták, mint néhány riválisunk játékosokat, hanem ő kőkeményen a VB első magyar gólját is, de ő szerezte. Nem mondhatjuk egyébként, hogy nem volt jobb összességében ezen a mérkőzésen az olasz válogatott. De a mieink
megint hozzátették azt az ember feletti pluszt, megint önmagukat múlták felül, és vissza tudtunk jönni. Szuper Levente cserekapus volt ezen a mérkőzésen, és ha valaki ezen felbőszíti magát, ha valaki duzzog, akkor nem tud így beállni, mint Szuper, és nem tud így védeni. Igazi sportemberek. Ők meg nagyon örülnek, amit megértünk természetesen. Egy meccses VB lett a japánok nélkül, és itt hirtelen halál ez. Hát amíg itt repülnek a csokik, hallgassuk egy kicsit a stúdiót is, aztán persze majd a díjátadásnál vissza is vesszük a szót.